Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi vár rád július hónapban, és ennél a felvételnél a kos jegyéről van szó. Először is szeretnék asztrológiailag itt valamit hozzáfűzni. A kos jegyében mozog az indiai számítás szerint júliusban Mars-bolygó. Mars-bolygó uralkodik a kos jegye felett, tehát itt otthon érzi magát egy erős Mars energia. Ez utal a mi életerőnkre, vagy egy férfire. Uranusz-bolygó szintén a kos jegyében van az indiai számítás szerint, utal változásokra, meglepetésekre, és Ráhu szintén a kos jegyében van. Ez a felfele mozgó kármikus csomó, és ez utal egy új irányra, egy új életterületre, egy új kezdetre. Tehát itt nálunk kos jegyében születetteknél lesznek meglepetések, lesznek változások. Merkur bolygó és Vénusz bolygó a szomszédból hat, a bika jegyéből, és ez olyan, mint jó szomszédoknál, itt megvan a segítség és a bizalom, ez a közelség. És itt lehet egy jó hír, vagy egy előnyös szerződés, azon kívül Vénusz bolygó szintén segít, ez jelentheti a szerelmet, vagy egy hölgyet a környezetben, akivel jó kapcsolatot tudunk kialakítani. Vénusz bolygó szintén erős, hiszen Vénusz bolygó a bika jegyében van, és Vénusz bolygó uralkodik a bika jegye felett, tehát otthon érzi magát. Jupiter bolygó szintén a szomszédból, a halak jegyéből hat, mint jó szomszédoknál, itt megvan a közelség, a bizalom, a segítség, ez lehet egy jó hír, tehát szerencse, lehetőségek, vagy lehet egy bírósági ügy, vagy egy bizonyos helyzet, ami eddig igazságtalan volt, de most megkapod a jogodat, megkapod az igazságot, illetve megkapjuk, hiszen én is a kos jegyében születtem. A nap az ikrek jegyéből hat kiránk a levegő eleméből, és mivel a kos jegye a tűz eleméhez tartozik, az ikrek jegye a levegő eleméhez, és a tűz eleme, a levegő eleme barátságban van egymással. De hónap végén változik a helyzet, hiszen a nap akkor áttér a rák jegyébe, akkor lesz egy kis feszültség. Szaturnusz bolygó, az a sors bolygója a vízöntő jegyéből hat, kihat a sorsunkra, a levegő eleméből, tehát itt is megvan a barátság, itt is megvan a harmónia. Általánosságban lehet mondani, hogy a kozmikus energiamező nagyon jól hat kiránk júliusban. Július 13-án teli hold lesz, és ez megvilágít valamit, egy bizonyos helyet, amire szükségünk van, vagy ami erőt ad számunkra, hiszen Nunki csillag hatása alatt van ez a teli hold. Július 28-án új hold van, az azt jelenti, legyünk visszahúzódóak, gondolkodjunk el, hogyan tovább, meditáljunk valami felett. Július 29-én Jupiter bolygó megáll, utána visszafele mozog. Jupiter bolygó az jelenti a bölcsességet, jelenti a vallási témákat, vagy egy spirituális területet, mivel visszafele mozog, itt a múltról van szó, ezek lehetnek kármikus emlékek is. Jupiter bolygó gyakran
kihat bírósági dolgokra, itt most megáll minden, és visszafele tekint, tehát át lesz vizsgálva valami, ami a múltat illeti. Az is lehet, hogy fékeződik most ez az esemény, várnod kell, mire újra előre mennek a dolgok. És most megtekintjük ezt a jóslást, de mielőtt kezdeném, felhívnám a figyelmedet arra, hogy egy havi jóslás megrendelhető nálam. Akkor az személyes, rád vonatkozik. A díjam 3500 forint. És mit üzennek a kártyák, azt megtekintjük most ennél a kivetésnél. Mi, hölgyek, itt vagyunk láthatóak, és mi most eltekintünk a képektől. Ez jelenti a hangulatunkat, hogy minden olyan sok vagy nyomasztó, eltekintünk a dolgok felől, nincs kedvünk ehhez, de ez javulni fog. Hiszen a körülöttünk lévő kártyák nagyon szépek. Itt a gólyák jelentik a változásokat. Itt van két szerencse lap, a 4 levelű lóhere és a csillagok. Ott alattunk megjelenik ez a szív, tehát szerencse a párkapcsolatot illetően. Nem csak a szerelmi élet területén lesz itt szerencse és változások, hanem a munkát, a hivatást illetően is, hiszen itt megjelenik ez a horgony, és szimbolizálja a munkahelyet, a hivatást. Itt a csillagkép szerencsét hoz, de jelenthet asztrológiát, jelenthet egy spirituális területet is, és itt a horgony mellett ott van a könyv, ez jelenti a tudást, a tehetséget, a továbbképzéseket, és itt kinyílik egy új ajtó, ezek a lehetőségek, és a gyűrű jelenti a kapcsolatokat, a szerződéseket, a gyermek pedig egy új kezdetet, itt van az életerő, és javul az anyagi helyzet. Ha te egy férfi vagy, akkor itt vagy látható a képen. Ez a férfi utalhat a társunkra is. A feje fölött lévő kártyák utalnak az ő gondolataira, és itt láthatóak a képek. Ő elgondolkozik a ház felett. Ez jelentheti az otthont, vagy egy közös otthont, jelentheti a szomszédokat, vagy a családot, ami a munkát és a hivatást illeti, hiszen ez a ház egy vonalban van a horgonnya, akkor az lehet munka otthonról, vagy egy saját cégnek a kiépítése. Ami még megjelenik az ő gondolataiban, itt a csillagkép és a szerencse, hogy szerencséje van veled, illetve velünk, és itt látható ez a szerelem, és ő boldog ebben a párkapcsolatban. A téli hónapokban voltak nehézségek, valami olyan átláthatatlannak tűnt, de szerencsére itt vannak az egerek. A kártyavetésnél úgy szoktuk mondani, ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az nincs már ott. Tehát el tudnak távolítani bizonyos kártyákat. Az egerek eltávolítják a felhőt, és eltávolítják a problémákat. Azon kívül itt az egerek alatt megjelenik ez a kígyó, és mellette itt van a hamisság, tehát egy hamis nő a környezetedben, vagy az ő környezetében, aki hazudik, vagy becsapta őt, hiszen itt látható ez a ravasz róka, ami óv bennünket, figyeljünk oda ezekre a hamisságokra. Viszont itt az egerek eltávolítják ezt a nőt, az egerek eltávolítják
ezt a hamisságot is. A múltban voltak itt fájdalmas emlékek. A hold az jelenti az érzelmeket, az ostor pedig jelenti a fájdalmakat. Itt voltak nehézségek, problémák, és ez a könyv jelenthet zárkózottságot, vagy titkokat is, de itt kinyílik most ez a könyv, hiszen ezzel a kulccsal ki tudod ezt nyitani, és belepillantasz abban, hogy mi volt a múltban, mi volt olyan átláthatatlan. Ez most véget ér, hiszen ez a kasza eltávolítja ezeket az emlékeket, ezeket a fájdalmakat. És ha odafigyelsz arra, hogy milyen kártyák vesznek körül, akkor látható, hogy itt lesznek változások, szerencse, egy spirituális terület, egy szép otthon, és ez a szív jelenti a szerelmet, vagy a szeretetet a családban, és itt látható a remény, erre utal ez a hajó, amit a hajó még jelent, utazások, külföldi kapcsolatok, ez az út lehet egy belső út is, egy lelki út, vagy amit még jelenthet, hogy külföldön van ez a ház, tehát utalhat ingatlanokra, vagy azt is jelentheti, hogy vannak családtagok, akik külföldön élnek. Ez a torony jelenthet hivatalos dolgokat, vagy egy bírósági ügyet. Itt fontos döntések lesznek, a gyermek jelenti az újdonságokat, és ez a fa a segít abban, hogy itt rendeződjön valami. Van gyógyító ereje is. És a nap jelenti a sikert, itt lesz egy kellemes meglepetés, vagy egy ajándék, vagy egy meghívás, ami az anyagiakat illeti, itt javul a helyzet. Előre mennek az események, és itt tisztázódik valami. Itt ez a két kártya, a torony és ez a koporsó, ez utalhat egy örökösödési ügyre is, ami esetleg folyamatban van, és így pénz jön a házhoz. A kereszt az jelenti a vallási témákat, vagy egy spirituális területet, azon kívül kihat a sors utakra, amikor itt a sors utak kereszteződnek, amit még jelenthet, hogy elérkeztek az élet utatokon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkoztok azon, hogyan tovább, milyen irányba. És pontosan ez lesz itt a mozgás, amit ez a kép még jelenthet, sport vagy autó. És ez a virág jelenti azt, hogy bizonyos dolgok tisztázódni fognak. És most megtekintjük az egyes heteket. Első hét július hónapban itt látható. A fájdalmas emlékek elmúlnak. Ez a kasza elvágja, eltávolítja ezt. Lesznek változások, és szerencséd lesz. Itt megjelenik a nyilvánosság, megkapod az elismerést, mások felnéznek rád, itt vannak a sikerek, és ez a fa jelenti a gyógyító erőt, vagy egy bizonyos helyet az életben, ahol úgy érzed, igen, én most elérkeztem ide, ahova szerettem volna eljutni, amit eddig terveztem, hiszen itt most le tudok gyökerezni. Itt van a szerencse, és itt van a nyilvánosság, az élet erő, és ez a kisugárzás. Ez a virágcsokor jelenthet egy kellemes meglepetést, egy ajándékot, vagy egy kreatív tevékenységet, jelentheti a szépséget is, és a nap arra utal, hogy ezt mások észreveszik. Második hét, július hónapban itt látható,
mi hölgyek eltekintünk a dolgok felől. Pedig itt van a szerencse a háttérben, és ez lesz egy munkahelyi változás, iskolázások, tudás, itt kinyílik egy új ajtó, a lehetőségek. Ez a gyermek utalhat a gyermekekre, de jelent egy új kezdetet is. Itt meg lesznek a kapcsolatok, az életerő, és javul az anyagi helyzet. Harmadik hét, július hónapban itt látható. A múltban volt valami, ami átláthatatlannak tűnt. Itt voltak problémák, nehézségek, de az ekerek ezt eltávolítják, és itt látható az otthon, és ez a szív jelenti a szeretetet, a szerelmet, egy közös otthont. Lesznek bizonyos döntések, mindkét kártya erre utal. És eddig ez a nyugalom, ami volt, ez elmúlik, hiszen hamarosan itt lesz mozgás, előre mennek a dolgok. Ügyelj a baráti körre, a kutya az jelenti a barátokat, de itt megvan a háttérben a hamisság, tehát légy kicsit óvatos, ne bízz mindenkiben. Utolsó hét, július hónapban itt látható, ő áll a középpontban, itt lesznek hírek, ami fontos, tehát beszélgetések, bizonyos szerződések, de látható a hamisság a háttérben, hogy valaki hazudik, vagy ügyelj szerződésekre, itt valami nem stimmel. Előtte itt látható a hajó, ami jelenti a reményeket, és a külföldi kapcsolatokat, utazásukat is. Ez az út lehet egy lelki út, és akkor ezzel a szerelemmel áll összefüggésben. Ez a torony az utal hivatalos dolgokra, vagy bírósági ügyre. Itt is látható a hamisság, de itt tisztázódik valami, és miután tisztán látod itt a dolgokat, akkor így előre mennek az események. Ez a kártya utalhat sportra, vagy autóra is. Például egy ilyen régi autónak a vétele. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!